Fülig Jimmyvel is találkozhatnak jövő péntektől az érdeklődők a nyíregyházi belvárosban. A Vidor Fesztivállal egy időben Képregény utca is nyílik. A Széchenyitől indulva összesen 15 üzlet kirakatában helyeznek el ilyen képregénytablókat, melyeken Rejtő Jenő, Piszkos Fred közbelép című legendás regénye elevenedik meg. Egyrészt akik nem ismerték, azoknak egy újdonság, akik ismerik, azoknak szinte ők kívülről tudják ezeket a beszólásokat, idézeteket, amik a Rejtő könyvekben elhangzanak. Másrészt pedig hát egy olyan karaktert sikerült Kocsmáros Pálnak megrajzolni ezelőtt vagy 50 évvel, ami egyszerűen hihetetlen. Tehát mindenki úgy van vele, hogy ennyire eltalálni egy ilyen szöveges poénnak a vizuális karaktereit, az nagyon ritka. És ezért is van az, hogy az elmúlt évtizedekben nem veszített semmit a népszerűségébe, és most a felújított változat megint tömegeket vonz, és ebbe bízunk mi is, hogy ez a tömeg ez majd részt vesz ezeken a képregényes rendezvényeken. Az ünnepi könyvhét és a gyermekkönyvnapok programjai szeptember 2-től 6-ig tartanak. Az eseményt Lackfi János, József Attila díjas író, költő nyitja majd meg. Rajta kívül számos helyi alkotó is közreműködik az olvasást és a könyvkultúra népszerűsítését szolgáló fesztiválon. A Korzó előtti térre fogunk kitelepülni, könyvsátorral, könyvkapuval, kedvezményes könyvvásárral, kísérő rendezvényekkel, kézműves foglalkozásokkal, népi fajátékokkal, ingyenes beiratkozással és amnesztiával kedveskedünk az odalátogatóknak. Hagyományos programokon vehetnek részt a kedves olvasóink, illetve ami még színesíti ugye az ünnepi könyvhetet is, nem csak a Vidor Fesztivált, az a képregényes belváros a Vidor alatt. A Vidámság és a Derű országos seregszemléje, azaz a Vidor Fesztivál idén gazdag irodalmi programokkal bővül tehát. A pandémia utáni nyitás első jelentős belvárosi eseménye lesz a több mint egy hetes programsorozat. Első olyan szabad nyár, ami egy komolyabb hullám után van az embereknél, és nyilvánvalóan vált, hogy a kő létesítményeket nem nagyon választják, és más utakat keresnek. Az, hogy milyen utakat, azt majd még meglátjuk, mert nyilván látható, hogy az átparkot keresik, az, hogy elmennek nyaralni fürdőben, stb., de az a kultúrának az egy könnyed része. A súlyosabb részén szerintem még gondolkodni kell, hogy ez mit okozott ez a pandémia. Nyereményjáték is várja az érdeklődőket. A képregénytablókat képről képre követve a könyvtár épületéhez juthatnak az érdeklődők, ahol Piszkos Fred életnagyságú szobrával szelfizhetnek. A belvárosi tárlat mellett a könyvtárban időszaki kiállítások is nyílnak a képregény rajongók legnagyobb örömére. Az újságritkaságokat pedig akár képregénybörzén is megvásárolhatják, vagy elcserélhetik a fanatikusok.